A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit, boldog új évet. Bizonyos vagyok benne, hogy egyetértenek velem abban, hogy Székesfehérvár kulturális életének talpontja mindenképpen a színház. És itt nem csak elsősorban a Vörösmarty Színházra gondolok, hanem azokra a független színházi társulatokra, fiatalok vagy kevésbé fiatalok társulataira, akik nagyon sokat tesznek ezért. Tehát itt van nekünk a Szabad Színház, a Prospero Színkör és az a színkör, akik az Örökségcsoport Művészeti Egyesület, akiknek a vezetőit ma meginvitáltam ide, méghozzá, mert hogy ünnepre készültünk, hiszen az Örökségcsoport otthonra talált, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon jó hír a színházbarátoknak. Vendégeim Balogh Mihály és Somos Ákos, szervusztok! Jó estét kívánok! No, hát azért azt megszokhattuk, hogy az Örökségcsoport szárnyal. Az elmúlt időszakban is így történt. A bemutatók sora, illetve Komló, Pál István Fesztivál, LKI Aula Színház, egy csomó rendkívüli sikert értetek el, de végül is talán az a legfontosabb ebben az esztendőben, 2024-ben, hogy most már egy olyan színházi műhelyel gazdagodik, Székesfehérvár állandó színházi műhelyel, ami bizonyos vagyok benne, hogy az alternatív színházi előadások kedvelőit, rajongóit bevonza mindenképpen. No, kezdjük, hiszen régóta kerestetek egy olyan helyet, ahol otthonra találtok. Így van, boldog új évet kívánunk mindenkinek, és ez most ilyen kicsit szimbolikus is, mert tényleg azt gondoljuk, hogy ha már így alakult, hogy most tudjuk átadni ezt az új kamaratermet, akkor ez tényleg egy nyitány, és nem csak egy évnek, de talán egy egész fontos korszaknak is lehet a nyitánya. A V54 színház és kultúrműhelyről beszélünk, amelyet mi hoztunk létre, és amely majd a napokban kezdi meg a működését. Ez egy terem a Várkörút elején, a V54 az innen van, tulajdonképpen az a címet jelzi, a Várkörút 54 számot, és ott találtunk egy olyan alkalmas termet, amelyet ki tudtunk bérelni, és a tulajdonos nagyon jótékony hozzájárulásával át tudtunk alakítani egy, hát reményeink szerint nívós kamarateremmé, és ugye ami nagyon fontos, hogy ez nem csak az Örökségcsoport szempontjából fontos esemény, és nem csak azért jó, mert tudjuk hol játszani az előadásainkat, hanem mint azt már itt többször is elmondtuk itt a Fehérvár TV-ben is, nagyon-nagyon fontosnak tartottuk, hogy legyen egy állandó helye a fehérvári független, alternatív diákszínpadoknak, és ez ilyen befogadó helyként remélhetőleg a jövőben is úgy fog funkcionálni, hogy itt mindenki otthonra talál. Ugye azt tudjuk, hogy a Szabad Színháznak volt és van, és lesz is talán egy külön helye. Ez azt hiszem, hogy nagyon sokat segített a Szabad Színháznak is. Persze. Viszont az otthon az azért mégiscsak sokkal több, mint 6 betű. Hát igen, a Szabad Színháznál 10 évvel ezelőtt találtuk meg az igézőt, és akkor tényleg teljesen átalakult az egész dinamikája, sokkal több előadást tudtunk létrehozni, nem kellett igazodnunk senkihez, vagy nagyon kevés emberhez, és így ezekkel a tapasztalatokkal indultam én neki, ennek az új helynek is, hiszen azért nem ugyanaz, hogyha több társulat próbál egy helyen, ami ráadásul nem is az övé, akkor azért mindig vannak ilyen egyeztetési problémák, így nagyon fontos volt, hogy az Örökségcsoportnak is legyen egy saját helye, mert mint ezt Ákos szerintem el is mondta, több helyen mindig be kellett valahova, hát úgy most hülye szóval élve, be kellett kéreckednünk valahova, hogy tudjunk próbálni, de tényleg osztálytermektől kezdve a laksorig mindenhol próbáltunk, és így
Így aztán egyszer csak úgy éreztük, hogy talán van most már annyi energiánk, kreatív energiánk, emberi energiánk, és talán annyi potenciál is van az egész örökségcsoportban, hogy belevághatunk egy saját helybe, illetve fontosnak találtuk azt is, ugye láttuk, hogy több egyébként 20 éves például színjátszó csoport is most próbahely problémával küzd, előadásokat nem igazán tudnak tartani, és úgy gondoltuk, hogy ez egy kicsit a küldetésünk is, hogy akkor egy ilyen helyet biztosítsunk ezeknek a csapatoknak. Tehát, hogy 2021 óta értelemszerűen az akkor az egyik legfontosabb lépcső. Maga a gondolat honnét jött, hiszen azt nagyon jól tudjuk, hogy van számtalan hely Székesfehérváron, ami bizonyos értelemben alkalmas lehet, és ugye említetted a tulajdonost, aki segítségetekre volt, de hát ezt nyilván fel kell fedezni. Igen, az nagyon fontos, hogy vannak Fehérváron nagyon az amatőr, a független színház, egyáltalán a színházi kultúránk nagyon fogékony, elkötelezett műhelyek, helyek, helyszínek, és ezeknek a vezetői. Mi is kaptunk nagyon sok segítséget, hiszen játszottunk a Köfén Művelődési Házban, játszhattunk nemrég a Láncos Kornél Gimnáziumban, ahol a Schneiderbe a személyes ambícióiból kialakult tulajdonképpen egy nagyszerű kis tér ott az aulában, ahol rendeznek a előadásokat, és befogadott minket az igéző is többször, és az országban nagyon sokfelé, de pont ez volt az, ami arra inspirált, hogy mivel ilyen igény van, és ilyen elszántság van a színházok működtetőiben, ezért nagyon jó lenne, hogyha találnánk egy olyan helyet, ahol tényleg nem attól függ, hogy éppen mit tudunk csinálni, hogy mennyi jó indulattal tudnak minket fogadni, nem kell másokkal egyeztetni, nem attól függ egy előadás időpontja, hogy éppen akkor az a helyszín az nem foglalt-e. Az nyilvánvaló volt, hogy mi nekünk ilyen saját tőkéből ilyen helyet mi nem tudunk csinálni, sem építeni, sem venni, hanem kell keresni egy olyan helyet, lehetőleg ugye viszonylag központi helyen a városban, ahol egy ilyen teret ki tudunk alakítani. Nagyon sok helyet megnéztünk, ugye ingatlan cégekkel kapcsolatban léve kiadó termeket kerestünk, és végül itt találtuk meg a Várkörúton mindenféle szerencsés körülmények folytán azt a termet, ami ugye egy légterű térről van szó, és ezért ki lehet benne alakítani színházi járásokat, nézőteret. Nem nagyon fontos, hogy nem oszlopok szabdalt a tér, nem külön kis szobák vannak benne, amik nem alkalmasak színházi térre, hanem ez egy ilyen raktárépületszerű egybe tér volt, és hát mondom, az, ami a még nagyobb szerencsénk volt, hogy kiderült, hogy aki ennek a tulajdonosa, ő egy nagyon, egyrészt egy nagyon korrekt ember, másrészt pedig neki tetszett ez a koncepció. Tehát amikor mondtuk, hogy mi ezt szeretnénk csinálni, ő kifejezetten tetszett neki ez az ötlet, hogy ez egy kultúrtér lesz, és hozzájárult. Honnét jutottatok forráshoz? Hiszen ez nyilvánvaló, hogy azért egyrészt a tervezés is nagyon-nagyon fontos, de hogy miből valósítjuk meg azokat a terveket, amelyeket megálmodtunk, az nem különben. Hát ugye létrehoztunk egy egyesületet, ez volt az első lépés, nyilván ennek kellett egy jogi háttér is, tehát amiatt is, illetve így már tudtunk akkor, kötelező is egyébként az egyesületeknél, de tudtunk tagdíjat szedni, amiből lett egy kis induló pénzünk, hát és természetesen fel kellett vennünk kölcsönt ehhez, de a tagdíjakból ezt tudjuk törleszteni, illetve hát az a reményünk, hogy a bevételekből majd akkor ezt kinullázzuk, és akkor utána. Ez egy abszolút ilyen alulról építkező kulturális kezdeményezés. Igen. Tehát nem gondolom, hogy ebből nagyon sok van manapság, mert ugye tényleg gazdaságilag azért nagyon nincs könnyű helyzetben az emberek többsége. De igen, mi ezt úgy kalkuláltuk ki, és azért itt meg kell jegyezni, hogy mi, akik itt a színpadi részét toljuk a dolognak, és pedig mi vagyunk itt előtérben, azért nem mi dolgozunk ebben csak a legtöbbet. Az egyesületnek a
a szíve ilyen szempontból, a Misi és a Csekata, akik kalkuláltak, akik osztottak, szoroztak, akik ötleteltek, hogy mit, hogyan teremtsünk meg. Illetve a financiális része ez a Kataért, tehát így azért van. Én valószínűleg ledobnának ott, akkor én elvesznék, és összedőlne az egész. De hogy valahogy azt képzeltük el, hogy nyilván egy körülbelül 50-60 fő befogadására alkalmas teremmel, hogyha havonta ennyi és ennyi előadást tudunk csinálni, és arra bejön ennyi és ennyi néző, akkor legalább a bérleti díjat az ugye ki tudjuk termelni. Nekünk meg más, tehát igen, ilyen anyagi ambíció nincsen, tehát ez nem egy profit-orientált vállalkozás, ez egy non-profit kulturális egyesület, és hát mindent önerőből kell megoldanunk. Viszont ennek ugye az az óriási előnye, hogy teljesen szabadon is csinálhatjuk. Hogy fogadta a csapatod? Hiszen azt hiszem, hogy ez egy óriási lépcső. Hát igazából nem kellett fogadniuk, mert ezt ők kezdeményezték. Tehát ez nem az. Én mondtam ezt már régóta, itt is többször elmondtam adásban, hogy amíg nincs hely, addig nincs semmi. Ha hely van, akkor minden van. És hát nyilván ezen mindenki dolgozott, mindenki szerette volna, ha ez lesz. És nagyon-nagyon fontos elmondani, hogy ezt nem magunknak csináljuk, illetve hát nyilván magunknak is csináljuk, mert nagyon fontos, most már tudunk tervezni, de ha minden igaz, most már ugye van januári műsortervünk, lesz februárra talán már még bővebb műsortervünk, és mi azt kommunikáljuk, vagy azt szeretnénk itt mindenki felé kommunikálni, hogy befogadó teremként, befogadó színházként is szeretnénk lehetőséget adni, nem csak fehérvári, hanem olyan országszerte meglévő barátainknak, amatőr színpadoknak, akik el tudnak ide jönni játszani, illetve mivel én diák színpadvezető vagyok, és ennek minden ilyen hátrányát eddig a helyhiánynak láttam, én nagyon szeretném, hogyha fehérvári diák színpadok is tudnák használni. Tehát ezt a termet. A teli rajongók csak átsétálnak. Igen. Igen, a Teleki gimnázium az közel van valóban, de egyébként hát ott abban a körben van 5 iskola így alsó hangon, úgyhogy ez meg lehet oldani. Hogy alakultak az átépítés, az átalakítás fázisai? Hiszen ez egy komoly munka, ha egy olyan színházi teret álmodtatok meg magatoknak ebből a raktárhelyiségből, vagy a hasonló, mint raktárhelyiségből, ami aztán ilyen értelemben egy kisebb társulatot minden igényét kielégíti. De nyilván ehhez azért nagyon sok munka kellett. Hát igen, szerencsére le tudtuk osztani ezeket a feladatokat. Volt, aki a technikához értett, összerakta a reflektoroknak a vezérlését, meg eleve beszerezte az ehhez szükséges technikát. Akkor a festés, ugye lefestettük feketére, hiszen hát színházterem révén nem lehetnek olyan falak, amik össze-vissza verik a fényt. Ez is saját erőből volt, tehát hogy aki éppen ráért, odament, festett egy kicsit, akkor aki ráért, az odament, felkaparta a festéket, ami a fóliázás ellenére mégis lement a földre. Akkor rendeltünk a nézőtérhez elemeket, raklapokat tulajdonképpen, amiből megépítettük a nézőteret. Akkor egy kedves színjátszó társunk, tehát tulajdonképpen ő nem is az örökségcsoportban, hanem Prosperóból segített átalakítani ezeket a raklapokat, hogy nézőtér dobogóvá váljanak, akkor... Szabad színháztól kaptunk székeket, illetve vettük meg a székeket, a régebbi igéző székeket. A Kata, aki ugye varrodát működtet, saját kezüleg varja a függönyt. Igen, és akkor azt ne is felejtsük el, hogy a függönytartó szerkezetet, ami ugye szakembert igényel, hiszen hát, hogyha rosszul rögzítik, azért abból probléma is lehet. Azt is oda hívtunk egy szakembert, és szerencsére a sógorom, ezzel foglalkozik, úgyhogy azt például ő megcsinálta, de ő is heteket töltött azzal, hogy ezt megfelelően rögzítse. De egyébként ahhoz, hogy az egy rozsdás vas elemből egy feketére festett használható elem legyen, abban például nagyon sokan bejöttek, segítettek akkor megmunkálni ezt az egészet, hogy letakarítani, akkor rozsdamarózni, lefesteni, ezt a társulat tagjai, és akkor a Jóci pedig felszerelte ezt az egészet. Szóval arról van szó, hogy egyszerűen ezt mi vettük birtokba, ezt a helyet, nem a miénk, de a mi vettük birtokba, és a színház termet azt mi hoztuk ott létre, igen. És gyakorlatilag egy nagyon szerencsés csillagzat, én ezt úgy érzem, igen, hogy tényleg mindenki hozzá tudott tenni valamit, és valahogy én ebben érzek egy kicsit ilyen,
tehát így a valóság, vagy a hétköznapokon túlmutató misztériumot is, hogy itt az emberek azt akarták, hogy ez legyen, és mindenki hozzá tudta ehhez tenni a magáét, és hogyha ez a működtetésben is ilyen jól tud alakulni, hogy ennyi szándék találkozik, akkor én azt hiszem, hogy ez egy jól működő és prosperáló hely lesz. Egyébként a város részéről nincs semmilyen hivatalos kapcsolatunk, vagy nem a város működteti ezt, de a polgármester úrtól már kaptunk nagyon barátilag biztató üzenetet, úgyhogy tudjuk jól, hogy ő nagyon szereti a színházat, és mondta, hogy figyelemmel fogja kísérni, és nagyon örül neki, hogy van egy új kulturális műhely Fehérváron, tehát én nagyon bízom benne, hogy ez a V54, ez tényleg egy-két éven belül ez egy nagyon erős fehérvári brand vagy név lehet. Így van, mert elindult egy folyamat, tehát látjuk, ahogy a bevezetőmben is említettem, azért a Vörösmarty Színházon túl is, én azt hiszem, hogy teltházakkal játszottatok ti is, a Köfén Művelődési Házban, számtalan más helyen, a Szabad Színház nem különben, a saját otthonában, a Prospero Színkör most talán végleges otthonra talál nálatok, mármint a V54-ben, és hát nyilvánvaló, hogy a diák színkörök, akik azért színesítik a fehérvári színházi létet, a vasvári, a teleki, a tedi eddig is működött, a ciszter nem különben. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó történet. Most viszont tehát akkor jön a Caligula helytartója, ezt a Köfémen láttuk már. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan darab előremutató, ugyanúgy, tehát azt mondom, hogy Svechtje biztos, hogy örül neki, hogy ilyen örökséget hagyott. Tudom, csak mondom, örökség, hogy ilyen örökséget hagyott rátok. Igen. Ebben az értelemben. Hát reméljük, igen. Mert hogy nyilvánvaló, hogy megmarad az a rendezői koncepció, mely szerint kortárs darabokat fogtok bemutatni, olyanokat, amelyeket sajnos a Vörösmarty Színházban nem láthatunk. Hát egyrészt azért a Vörösmarty Színházban is látunk szerencsére mai darabokat, de valóban, hát a tervek szerint a következő az olyannyira kortárs lesz, hogy az saját. Ez a saját darab lesz, és abszolút egy vadonatúj szöveg, amivel majd most, ha van már termünk, így el tudjuk egy kicsit kezdeni, pörgetni a próbákat, de hát nincs kizárva itt semmi, tehát tényleg itt a legklasszikusabb, leghagyományosabb diák színpadi előadásoktól bármilyen kísérleti jellegű dologig a reményeink szerint ez egy befogadó hely lesz ehhez. Igen, nézem, hogy a Teddy a Cyber Cyranót, azt, ami óriási sikert aratott ugye a Pelikán Kamara Színházban is, azt hiszem, hogy ezek fontos darabok. Lesz-e olyan összefogás azon túl, tehát ugye az összefogásról kérdeznélek benneteket az amatőr színpad, de ne is használjuk ezt az amatőr, mert néha egészen is más, se szereti. Más jelent. Én se szeretem, most csak kicsúszott. No, szóval lesz-e konkrét együttműködés? Van-e erre tervetek? Ugye a Prosperót említettük, a Teddy nyilván oda tartozik, de a többiekkel? Hát, én szerintem mindenképpen lesz ilyen. Illetve hát, hogy ha összefogásnak vesszük azt is, hogy én például játszom egy Prospero előadásban, akkor a Celler Péter is játszik az új előadásban nálunk, szóval, hogy nem is szeretnénk annyira ezeket a határokat úgy megtartani, hanem inkább egymást erősítve gondoljuk ezt az egész dolgot, hogy amikor az már egy hely, akkor az legyen, hogy van egy előadás, ebben a társulatból pont nincsen olyan karakter hiányzik, akkor a másikból meg tudjuk kérdezni, és akkor hát, ha lesz valami jó ebből. Mert... Ennek tükrében én azt hiszem, hogy ezt azért is üdvözölhetjük, azért a Pál István Fesztiválon esztendőről esztendőre megtapasztaljuk, hogy igenis van óriási igény a fiatalok körében is, hogy részt vegyenek ilyen színházi produkciókban, és a nézők körében nem különben. Számítotok arra, hogy egyre többen látogató, és nem fog elég lenni az 50-es tér? Hát, reménykedünk. Igen, de szerintem ez reális egyébként, ez az 50, tehát azt gondolom, hogy nekünk nem szabad azért túlvállalni magunkat. Én abban reménykedem, hogy ez nem csak annak az 1-2-3 előadásnak lesz állandóan visszatérő helyszíne, amelyeket már játszunk, vagy amelyeket a Prospero vagy más színkör játszik, hanem hogy születnek majd új produkciók, illetve hogy remélhetőleg minden hónapban tudunk hívni, vagy befogadni
előadásokat, és hát természetesen, hogy ez egy kamaratér, azért vannak olyan terveink is, hogy itt nem csak színház lehet, hanem itt kulturális műsorokat, programokat, beszélgetéseket lehet szervezni, és hát erre is lehet közönség igény. Tehát, hogy egy pódiumestet csinál valaki, vagy hívunk esetleg, netán meg tudnánk azt csinálni, hogy ismert színészeknek a műsorát elhívjuk oda, hogy Fehérváron játssza el, vagy adja elő a szavaló estet, verses műsort, vagy bármit, akkor annak is ez egy professzionális keretek között működő helyszíne lehet. Nyilván a kapcsolatrendszeretek pedig ehhez azt hiszem, hogy kiváló. No, azt olvasgatom, hogy a Facebookon, a Messengeren folyamatosan invitáljátok a székesfehérváriakat, nincs kétségem felőle, hogy teltház lesz mindig, viszont mire készültek a közeljövőben? Hiszen most ugye a Caligula helytartója ez már volt, de nyilván új darabok is lesznek. Hát most, hogy van hely, most már van, tehát most annyi terv van. Amit az imént említettem, hogy a következő ilyen bemutatónk, és ez egy kicsit egy új lépcsőfok lenne, mert egy sokkal nagyobb létszámú szereplőgárdával, tehát gyakorlatilag a teljes örökség csoport, plusz egy-két vendég játékos, Prosperóból is, és a Péntek háromból is jönnének, az egy darab, amit én írtam nyáron, és hát azt tervezzük, hogy az lesz a következő előadás, illetve már próbáljuk. De emellett bármi, ami közben adódik, tehát hogyha most az, hogy a Misi egy hét alatt összedob egy nem monodrámát, hát és azt, hogy ezt ő szeretné megjátszani, vagy bejelentkezik, tehát hogy igazából itt most a rugalmasság is szempont, tehát, illetve ugye, amit említettem, hogy meglévő csoportok úgy döntenek, hogy csinálnak ott egy előadást, mert van egy darabjuk, amit eddig nem tudtak elégszer megmutatni, mert nem volt rá hely vagy idő, akkor oda jöhetnek, leegyeztetjük az időpontot. Ha egy diák színpad a szülőknek szeretné bemutatni a tanév végén a produkciót, akkor persze, oda jön és eljátszhatja. És mondom még egyszer, hogy ha én meg a Misi vagy bárki a meglévő ismerettségét felhasználva rá tud beszélni egy ismert művészt, vagy egy közéleti személyiségre, vagy bárkit, hogy jöjjön oda és ott egy beszélgetésre, vagy egy önálló estel előállni, akkor azt is meg tudjuk hirdetni. Tehát erre mondtam ezt, hogy ha hely van, akkor minden van. Illetve hát a Toldit is előszeded elméletileg. Igen. Tehát a régi darabok visszaköszönnek. Igen. A Toldira most kaptuk egy felkérést a Magyar Kultúra Napjára, ami ugye már nem sokára lesz, úgyhogy kicsit szoros a dolog, de hogy azt most már ugye 3 éve játszottam körülbelül, és hogy azt most lehet, hogy föl tudnánk újítani, mert arra is viszont ugye iskolák részéről elég szép érdeklődés van. Hát azt szeretném elmondani, hogy mindenképpen a V54 Színház és Kultúrtérnek a Facebook oldalán tudnak most jelen pillanatban a fehérváriak információt kapni. Fejlesztés alatt van a saját honlapunk, tehát lesz V54-nek honlapja, és ott aztán akkor már valóban minden részletes információ meg lesz, de addig ezen a Facebook oldalon a havi programot azt tudják ott csekkolni, és ott már jegyeket is lehet rendelni. Igen, illetve a honlapunkon lesz lehetőség majd jegyvásárlásra. No. Tehát nézőtéren kiválasztani, hogy hova szeretni. Rendesen vagy foglalni, megvenni, ez még egy ilyen 2 hónapos átfutás még ennek kell, de utána igyekszünk erre átállni, mert én azt gondolom, hogy lehet, hogy azzal is veszítünk embert, vagy nézőt, hogy most akkor jaj, rá kell írni, tegezzem magázzam, magamból kiindulva ezeket. Jaj, most akkor üzenetbe foglalok, akkor visszaírnak, aztán lehet, hogy én azt gondolom, hogy egyszerűen... Szerintem ez egyébként nem olyan nagy probléma, aki akar, az eljön, az megtalálja. Jó, hát csak most ilyen üzleti szempontból gondolkozom, hogy lehet, hogy ez a jegyfoglalás, klik, az lehet, nekem nincs kétségem felőle, hogy ez teli találat mindannyiunk, és a kultúra kedvelő fehérváriak pedig biztos, hogy rá kattannak pillantok alatt. No, hát akkor mi mást kívánhatnék a kedves nézőinknek is, hogy fedezzék fel a Várkörút 54-et, a V54 Színház és Kultúrteret, és mi pedig, tehát a kedves nézőink, önöknek pedig mondom, hogy természetesen ott
leszünk az első előadáson és a bemutatóról a Paletta magazinban, kulturális magazinunkban egy beszámolót is láthatnak. Köszönöm szépen, akkor hajrá, még nagyon sok dolgotok van, bizonyos vagyok benne, úgyhogy és sok sikert kívánok az egész történethez, teli találat. Nagyon köszönjük. Köszönjük. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Balogh Mihály és Somos Ákos volt, mivel a Várkörúton egy új kulturális térrel gazdagodott Székesfehérvár, a V54 Színház és Kultúrtér várja önöket ezentúl. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.